Négy kis és közepes vállalkozásnak szóló finanszírozási program indul idén, amelyre a 10 és 250 közötti alkalmazottat foglalkoztató vállalkozók pályázhatnak. Becslések szerint a program több mint 1300 céget segíthet majd. A kormány 50 millió lejt szán a programra, amely több fejlesztési lehetőséget tesz majd lehetővé. A vállalkozások indítása mellett vásárok és kiállítások szervezésére, de a kereskedelem és szolgáltatások fejlesztésére is lehet majd pályázni. Emellett külön program van a női vállalkozók számára. Török Csaba szerint ezek beiktatását június 2-án fogadták el, de további két program jóváhagyására is várnak. Az egyik támogatja a kis és közepes vállalkozásokat a gyártási szektorban, azzal a feltétellel, hogy 10-nél több alkalmazottja legyen, és ugyanezt a programot lesz a vidéken is, ahol nem csak ezt a szektort fogjuk támogatni, hanem az összes aktivitást. A programok beindításához frissíteni kell azt az informatikai rendszert, amely a pályázók adatait kezeli, így egyelőre még nem lehet pontosan tudni, mikor indulnak ezek. A tervek szerint azonban már június folyamán le lehet adni az első kéréseket. A vállalkozók legkevesebb 10, legtöbb 30 ezer eurót igényelhetnek. A vissza nem térítendő támogatásra azonban csak azok jogosultak, akik nem részesülnek Európai Uniós juttatásokban.